Köszöntöm az aktuális nézőit. Szeptember 1-ével megkezdődött az a toborzás, aminek során a rendőrség 3000 új rendőrt venne fel a határvadász századokba, azért, hogy elősegítsék a határszakasz őrzését a szerb-magyar határon, ezzel ellensúlyozva az ott egyre inkább keletkező migrációs nyomást. Nézzük meg a témában készült összefoglalónkat. Mint arról korábban már beszámoltunk, ettől a héttől kezdődően 15 Békés megyei polgárőr nyújt segítséget Bács-Kiskun és Csongrád megye magyar-szerb határszakaszain. Azok a polgárőrök, akik Csongrád megyében vannak, is el tudták volna látni az ön feladatokat, de mivel ma már fárasztó az ér, hogy állandó 24 órás szolgálatot lássanak el, egy kis pihenőt adunk így akkor a Csongrád megyei kollégáknak, és egy hónapon keresztül vendégpolgárőrök fogják ott ellátni a szolgálatot. Csongrád megyében a határmenti sávban található 9 településen 230 polgárőr teljesít szolgálatot, az ő munkájukat naponta 15 az ország más részéből érkező társuk segíti. A kormány augusztus 10-én döntött arról, hogy a határőrizet megerősítése érdekében 3000 új rendőrrel növelik a határvadász századok létszámát. A toborzást szeptember 1-től kezdték el, a jelentkezők egy rendvédelmi képzésen esnek át. Második hónap végén egy modulzáló vizsgát fognak tenni, és aki ezt a vizsgát sikeresen teljesítette, a következő hónap, azaz a harmadik hónap 1-től próbaidős rendőrőrmesternek lesz kinevezve a készenléti rendőrség állományába, és 4 hónapon keresztül még utána próbaidős rendőrőrmesterként közrendvédelem, közlekedésrendészet, bűnügyi ismeretek és alapvetően a határrendészet ismeretekkel fog majd ismerkedni, és természetesen ugye a 6. hónap végén ismételten egy modulzáró vizsga lesz. Amennyiben novemberben elindulnak az első képzések, május végén már a határon lehetnek azok a rendőrök, akiket a határvadász századok megerősítése miatt vesznek fel. Vendégünk a stúdióban Berci László rendőr alezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatának vezetője. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a nézőket! Mi indokolja ezt a toborzást, illetve a határvadász századoknak a megerősítését? Mint mindenki által köztudott, az utóbbi időben továbbra is az illegális migráció jelen van a térségben. Ez azt jelenti, hogy magyar a szerb határon, illetve bolgár szerb határon továbbra is jelentős illegális migráns tartózkodik. A másik, ami indokolja, hogy a mi kollégáink is elég sok alkalommal járnak a szerb határszakaszra megerősítésnek, tehát pihentetni kell az állományt, illetve az is a cél, hogy a megyeikből kivont állomány, hogy pótlásra kerüljön, tehát hogy végül is itt maradjon, itt teljesítsen szolgálatot, hogy a lakosság szubjektív közbiztonság érzete ne szenvedjen csorbát. Igen, ugye az utóbbi hetekben többen hangot adtak azoknak a véleményüknek, hogy nem őrzik a rendőrök a közbiztonságot, mert helyette a határon teljesítenek szolgálatot. Ezek szerint akkor ez szép lassan helyére áll majd? Helyére fog állni, de én úgy gondolom, hogy például Békés megyében ezen beszélt a közbiztonságot, legalábbis eddig még nem volt érzékelhető. Várható-e, hogy más határszakaszokon is szükség lesz majd újabb rendőri állományok kivezénylésére? A kormány augusztus 10-én döntött a rendőrség, a magyar rendőrségnek a 3000 fős létszámfejlesztéséről, és az Országos Rendőrfőkapitányság egy koncepciót dolgozott ki, amelynek értelmében a már meglévő, a készenléti rendőrségen belül meglévő 7 határvadász bevetési osztályt megerősíti 8 határvadász bevetési osztállyal, így az ország területén több helyen meg fognak jelenni. Például Orosházán is létrehoznak egy új határvadász bevetési osztályt, de hangsúlyozom, hogy ez a készenléti rendőrség berkein belül. Milyen előfeltételeknek szükséges megfelelnie annak, aki azon gondolkodik, hogy szívesen meghallaná a toborzó hívó szót és jelentkezne az állományba? A pályázati kiírás részletes tartalmazza a feltételeket, ezek közül kiemelném a 18. életév betöltése, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely és természetesen egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasági követelményeknek is meg kell felelni. Ugye a 18 éves kor az a minimum feltétel, mennyi a, van esetleg felső korhatár, milyen korcsoportot várnak elsősorban? A hivatásos állományra a 2015. évi 42-es törvény vonatkozik, ami tavaly lépett hatályba, hogy az új közszolgálati életpályát vezette be. Ez alapvetően úgy határozza meg, hogy a mindenkori nyugdíjkorhatár azzal a 65 év, mínusz 10 év, tehát 55 éves korig várjuk a jelentkezőket. Ugye szeptember 1-ével kezdődött el a toborzás, ez még nem egy túl hosszú időszak, de vannak-e már esetleg tapasztalatok, hogy kik a fő érdeklődők? Az első időszakban szeptember 1-től alapvetően a határmenti településeket kerestük meg, polgármesteri hivatalokat, polgármestereket, jegyzőket, fogadókészek voltak,
illetve akik érdeklődtek, általában a 20-30 éves korosztály volt, akik már személyesen is bejöttek, vagy kapitányságon megjelentek, tehát ők voltak az érdeklődők. És kimondottan a határvadász határőrzésére toboroznak most rendőröket. Mi lesz a további sorsuk majd nekik? Gondolom nem életük végéig lesz talán szükségük a határőrzésére. A toborzás az folyamatosan megy. Ők alapvetően a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályhoz fognak kerülni. De amikor meg lesz a kellő számú létszám, akkor úgynevezett gördülő képzéseket fogunk indítani. Ez alapvetően a lakóhelyhez közeli régiókba, és ők az őr járőrtársi szakképesítést fogják megszerezni, azaz járőrvezető mellett tudnak majd szolgálatot teljesíteni. Azonban az Országos Rendőrfőkapitányságnak a terve az, hogy a közeljövőben, tehát mindenképpen a többi modult is rá fogják végezni. Tehát aki jelentkezik erre a képzésre, az tulajdonképpen számíthat arra, hogy akkor is igényt tart majd az ő szolgálatára a rendőrség, ha már mondjuk elmúlik az emigrációs nyomás. Így van, igényt fogunk rá tartani. Milyen képzésekből áll a felkészítés? Mi mindennel képzik ki az erre jelentkezőket? Jelen pillanatban akiket toborzunk, azok egy úgynevezett 5+1 hónapos, azaz 6 hónapos képzésen vesznek részt. Itt elmondanám azt is, hogy az első két hónapban egy rendvédelmi alapvizsgát fognak tenni. Ott még munkaviszonyban lesznek, és a pályázati kiírás is tartalmazza, hogy bruttó 150 ezer forint lesz az illetményük. És amint a rendvédelmi alapképzésen részt vesznek, illetve sikeres vizsgát fognak tenni, akkor a következő, tehát a harmadik hónap elsőjétől ők próbaidős rendőr-őrmesterek lesznek a készenléti rendőrség állományába 12 hónapon keresztül, és még 4 hónapot kell nekik teljesíteni. Az alapvetően közrendvédelem, közlekedésrendészet, bűnügyi ismeretek és természetesen legfőbb a határrendészet ismereteket fognak kapni. Tehát alapvetően már a felkészülés időszakában is lehet talán akkor azt mondani, hogy egy stabil, kiszámítható pálya áll a jelentkezők előtt? Így van, mint mondtam, rögtön munkaviszonyba fognak kerülni, úgyhogy az iskolapadba fognak ülni. Természetesen ott is lesznek gyakorlati foglalkozások, de a két hónap teljesítése után próbaidős őrmestereként fognak felszerelni. Van-e szükség bármilyen előfeltételre, előismeretre ahhoz, hogy a sikeresen felvételizzenek mondjuk ebbe a képzésbe? Nincs alapvetően az érettségi, ami követelmény. Ez egyébként gyakorlati kérdésként nagyon sokszor föl is szokott merülni, hogy az érettségi szükséges ez. Természetesen szükséges, illetve a felvétel előtt még a kifogástalan életvitelt is ellenőrizzük. Van-e bármi, ami előnyt jelent esetleg a jelentkezés során, hogyha valaki különös ismeretekkel rendelkezik? Előnyt jelent például a B-kategóriás jogosítvány, vagy egyéb jogosítvány, illetve előnyt jelent különféle nyelvvizsgák, itt alapvetően a preferált nyelvek, illetve valamilyen küzdősportnak a művelése. A képzés elvégzése után ugye említette, hogy tovább erősíthetik majd a rendőrség kötelékét a képzésben résztvevők. Mi motiválhatja azon túl, hogy ez egy kiszámítható életpálya a jelentkezőket? Mivel lehetne őket biztatni, hogy kiknek érdemes jelentkezni erre a képzésre? Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően hivatkozhatok itt, amit már említettem, a hivatásos szolgálati jogviszony szabályozó 2015. évi 42-es törvényre, ami egy kiszámítható életpályát nyújt a jelentkezőknek, illetve a jelenlegi hivatásos állományúaknak, hiszen biztosítja mind a horizontális, mind pedig a vertikális előmenetet. Természetesen ezt nem ingyen kapja, tanulni kell, tehát a továbbiakban is különféle szaktanfolyamokat, akár esetleg majd a főiskolára is jelentkezhetnek, és így a továbbiakban a jövőképe jobban megalapozódik. Nézzük akkor még egy kicsit közelebbről, hogy mivel telik egy határvadásznak a munkaideje. Mi minden feladatot kell majd végeznie azoknak, akik a 6 hónap letelte után szolgálatban állnak a szerb-magyar határon? Akik a szerb-magyar határon szolgálatban fognak állni, azok általában váltásos időrendszerben dolgoznak. Alapvetően a határon fognak szolgálatot teljesíteni, vagy gépkocsizót, vagy járőrszolgálatot. Ugye az utóbbi időben ismertes volt, vannak közös szolgálati ellátások is, például a honvédséggel, tehát alapvetően a járőrszolgálat lesz a jellemző, és akik elvégzik ezt a 6 hónapos iskolát, alapvetően járőrvezető mellett fogják, tehát egy szakmailag tapasztaltabb kollega mellett fogják végezni a munkájukat. Eddig mik a tapasztalatok, milyen feladatokat kellett elvégeznie azoknak a rendőröknek, akik a határon teljesítenek szolgálatot? Mennyi konfliktus származott esetleg abból a migrációs nyomásból, ami jelenleg tapasztalható? Hát én a konfliktusokkal kapcsolatban nyilatkozni nem tudok, erről az Országos Rendőrfőkapitányság tudna igazán, de általában a kollégák, akik visszatérnek, nem számolnak be különféle konfliktusokról. Alapvető tevékenység a járőrzés a határon.
Tehát alapvetően a jelenlét fokozása, erősítése a feladat. Tehát akkor tulajdonképpen nem kell attól tartania valakinek, aki esetleg, nem tudom, a fegyver használattól esetleg visszariadna. Mennyire békés jellegű ez a fajta rendőri jelenlét a határon? Békés jellegű, azt tudom, hogy egyet tudomásul kell venni, hogy a 6 hónap után ugye ők fegyverviselésre jogosultak lesznek, és köztudott, hogy a hivatásos jogviszony egy különleges jogviszony, tehát magyarul fegyverre az oldalán fog szolgálatot ellátni, és ha jogszabályi feltételek fennállnak, akkor ugye adott esetben akár kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak. De nyilván nem ez a cél. Nem ez a cél, így van. Ugye beszéltünk arról, hogy 3000 fő toborzására kaptak most felhívást. A 3000 fő elérésekor azonnal le is állítják majd a programot, vagy a további érdeklődők esetén van-e remény arra, hogy folytatódik majd a program? A cél a 3000 főnek a feltöltése, mint mondtam, gördülő képzéseket fognak szervezni, illetve a toborzó akciónk is gördülők, tehát nincs határideje a befejezésnek, folyamatosan végezzük a toborzást. Itt egyébként Békés megyébe 2 toborzó csoportot kellett létrehozni 3 fővel, akik járják ugye a megyét, illetve különféle rendezvényeket. És hol vannak ezek a toborzó csoportok? Hol tud utána érdeklődni az, aki szeretne többet tudni a programról? A toborzó csoportok alapvetően egy rendezvényterv szerint járnak, mint mondtam, kezdetben, tehát a szeptember 1-én, illetve 2-án alapvetően a határmenti települések polgármesterét, jegyzőit keresték föl, illetve egyeztettünk a járási munkahelyi központokkal, nagyon sok helyen szerveznek állásbőrzéket, ott meg fogunk jelenni. Legközelebb egyébként szeptember 18-án 10 órától itt leszünk a Szent István téren a nagy állásbőrzén. És egyébként interneten is hozzáférhetőek ezek a részletek, amik a programmal kapcsolatosak? Így van. Megemlíteném, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság a Twitter oldalon, illetve a Facebook oldalon is szerepelteti a határvadászképzést, ahol mind az illetményről, mind a képzésről a jelentkezők hasznos információkat szerezhetnek, illetve kérdéseket tehetnek föl, illetve van egy ingyenes telefonszáma 0682-0383-as, amin bármikor lehet hívni őket és kérdezni. És bárki jelentkezhet az egész országból, vagy csak a határmenti településekről várják a jelentkezőket? Egyáltalán van-e olyan régiós lebontás, hogy csak itt zajlik a toborzás, vagy akár hol lehet jelentkezni az országból? Nincs bárki az országból, aki a feltételeknek, mint már az előbb említettem, azoknak a feltételeknek megfelel, jelentkezhet akár egy helyszernél, egy rendőrkapitányságon, jelentkezhet e-mailben a határvadász@orfkpolice.hu e-mail címen, ahol megküldi az anyagait, illetve hogyha Békés-Mély rendőrfőkapitányságon megjelenik, akkor itt is megadjuk neki a szükséges segítséget. Reméljük, hogy akkor minél hamarabb sikerül betölteni ezeket a helyeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinek pedig megköszönöm a figyelmet. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!